A Szemelevesz Egyetem testnevelési és karának dékánya atléta szakedző volt korábban, majd egyetemi tanár lett az MTA doktora, aki edzés elméletet és életciklusok tárgyat oktat. Szívügye a magyar edzőképzés állapota, így hát van véleménye labdarúgásunk három román és nyolc holland góllal nyomatékosított friss traumájáról, amelynek lényegét a kitáló Sálke csatár Szalai Ádám foci trénereink lemaradásában is látja. Dr. Radár Zsolt következik, vele pedig az edzőkérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Mit gondol kívülről nézve, félig kívülről nézve foci forradalom kezdődött? Igen, talán, és ez jó is, mert azt hiszem épp ide, hogy komoly változások történjenek. Sokszor elbeszéltünk a problémák mellett, és probléma van végül, mint látszik. Igen, úgy tűnik, és nem tudom, hogy mennyire tűnt föl hogy Szalai Ádám nyelvezete az egészen más volt, az nem az a meta nyelv volt, az a, az a különös kódolt nyelv, amit a magyar labdarúgás körül használni szoktak, aminek a lényege a második fél idő majd jobb lesz, a labda gömbölyű. Így, hanem, a, csak egy kicsit maradtunk le, volt helyzetünk. Egy kicsit maradtunk le, volt helyzetünk, igen. Na szóval ez, ez most áttörhető, azt gondolja? Én nagyon remélem, nagy szükség van rá, azt hiszem, sajnos. Bár fura, hogy ilyet mondok, hogy beleszaladtunk egy ilyen nagy zakóba és ez jó volt, de talán ez most segít a megtisztulásban, azt hiszem erre most épp, épp itt a nagy lehetőség. Mert könnyen lehet, hogy egy 3 0 lényegét illetően ugyanez, ez nem következik be, tehát ilyen értelemben ilyen. ekkora traumának kellett lennie. Milyen iskolai képesítéssel kell ma rendelkezni egy foci edzőnek? Nem szakmai, iskolai képesítéssel. <coughs> Elég egy is és talán, hát nagyon fura a helyzet. Azt hiszem Magyarországon, de számos helyen a világban is alul becsívjuk ezt a szakmát. Ez egy bolosztóan bonyolult, komplex szakma, nagyon komoly tudást igényel. A fociban meg különösen sok pénz van mögötte. Ezért aztán normális, hogy sokat kell befektetni. Mi nem fektetünk be olyan sokat, egy pár évvel ezelőtt az MLS kiszervezte a, az edzőkérdés, úgymond a TF-ről. Nagyon fura a, a, a szituáció, hiszen ha valaki tanul a TF-en 5 éven keresztül szigorlatozik élettamból, edzésemletből, pszichológiából és a többi, akkor nem mehet el edzőnek, ha nem végez el egy két-három hetes tanfolyamot. A két-három hetes tanfolyam viszont teljesen helyettesíti a négy-öt éves tanulmányokat. Na most a, erről a bizonyos ilyen-olyan, a ilyen licenszes tanfolyamról beszélünk, van, ami, van, amire persze most azt fogják mondani, akiknek ez tetszik, illetve akik ezt kitalálták, hogy hát ez egy ilyen FIFA, meg UEFA licenszes történet, tehát az, az abszolút illeszkedik az európai trendben, mondják. Mit mond erre? Ez teljesen így is van, viszont a németek, vagy éppen a szlovákok másképp oldották, meg van más ország is, ahol, uh -huh. tehát mindenhol ez a képzés van tulajdonképpen, és ott az egyetemen végzik. A TF-nek van hátránya természetesen, nem csak a labdarúgásban, más sportágokban is. Nincsenek olyan szakembereink a fociban, a kézlabdában, a kosárlabdában és a többi, akik ezt jól el tudnak végezni, hiszen nem lehet a felsőtási törvény miatt olyan szakembert fölvennünk, aki nagyon-nagyon jó szokmájában és jól megfizetni, viszont Viszont kell tudományos fokozattal rendelkeznie, így aztán olyan helyzetbe kerülünk, hogy a sportági tanszékeken <kül> igazából nagyon komoly sportági szakembereket nem tudunk foglalkoztatni. Esetleg vendégelőadóként? Vendégelőadóként tudunk, de az egyéb hátteret meg tudjuk adni. Tehát a szövetségeknek az lenne a dolguk, hogy a szakembereket mellé tegyék, mivel megadjuk az emeleti tudást. Hát azt mondja, hogy azon a jó irány, hogyha a bázis, a szellemi bázis, a, a tudományos kutatási bázis és az oktatás is a, a testvére. Egyetértenek az egyetemen, Így és ide adnának szellemi erőforrásokat az MLS-ből. Így A labdarúgó szövetség. Így van, a így van. Labdarúgó így van, így van. Labdarúgó nagyon szívesen segítenénk az mls Egy pár évvel ezelőtt egyébként elkezdődött egy közös munka, de nagyon sokáig, több mint tíz évig igazából semmiféle közös tevékenységünk nem volt. Ennek a kiszervezésnek, ennek mi volt az indoka, mi a valódi oka, mit gondol? Hát erre nehéz válaszolni. Én azt gondolom, hogy félreértették a dolgokat. Számos országban, Magyarországon is nagyon korán felfedezték azt, hogy az edzői komoly munka, az edzői munka, komoly tudás kell hozzá, és nem volt egyzőkérdés. Jó néhány európai országban nem volt, ezért az, az, európai szövetségek úgy döntöttek, hogy kell ilyen. De ahol már volt, azt nem kellett volna lenullázni. Az MLSZ azt tette, hogy az itteni képzést lenullázta. És mit gondol arról, hogy olyasmi azért nem állhat ennek a hátterében, de ez egy eléggé komoly, kemény pénzes tanfolyam. Így van. Hát akkor ez nem az egyetemnek folyik be jelen pillanatban. Így van, pontosan. Hanem annak, akik szervezik, igaz? Így van, így van. Így van. Tehát ez is az okok így, van, így van, Hát most is számos szövetség, tudom, hogy keményen keményenesen utánam, hogy lesz lehetőség erre válaszolni. A vízlabdások szintén most ezt fogják tenni, kiviszik a képzést a, a TF-ről, ha a teniszt viszik ezt megértem, mert nagyon jó ideje, nincsen magyar tenisz játékos, de visszatapda azért nem annyira eredménytelen, hogy, hogy el kelljen vinni a képzésnek egy részét. Uh -huh. Tehát akkor azzal a, ezzel a rendele általában sem ért egyet. Nem, nem, abszolút nem. Azt nézzük meg, hogy ha a futball, tehát ilyen módon a TF azért sok-sok futballedzővel találkozik meg, nagyon sokan Igen. járnak oda az Ami Amilyen rálátásom, mit gondol, hogy hogy képzésben mi folyt, milyen színvonal volt az elmúlt húsz évben Magyarországon. Mi nem vizsgáztattuk őket, csak találkoztunk velük. Beszélget, beszélgettünk igen, ez a, ez a benyvás, velük. Azért az, lát, hogy ki milyen tudományos munkákat így tesz le. Nem az e a futballedzők a, a TF-et az, hogy szeretnének ilyen-olyan diszertációkat megcsinálni? Nem, nem, nem biztos hogy ez a dolguk egyébként. Uh -huh. Az viszont nagyon fontos lenne az edző számára, hogy alapvető ismeretekkel rendelkezzen, és tudjon befogadni ismereteket. Ugye számos komoly országokban, ahol a labdarúgás komolyan művelik, ott nem egyedző van, hanem egy csapat van. A, 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 vagy a csapat mellett egy edzői csapat működik, orvossal, pszichiáterrel, pszichológussal, táplá táplálkozóval, így, így van, Azok az információk, amik oda jönnek, az képesnek kell lenni az edzőnek befogadni és értékelni, szintetizálni, és abból azt úgy alakítani a terhelést. Ehhez komoly tudásra van szükség. Tulajdonképpen ma az edzőnek ilyen szempontból a világ élvonalában egy kicsit. Ilyen tekintetben reneszánsz embernek kell lenni, minden szakterülethez valamennyire Pontosan. értenie kell, értelmeznie kell az onnan jövő információkat. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben nálunk meg azt látni, hogy erre még sok edző mindig azt mondja, hogy hát ez is csak egy hókusz-pókusz pedagógusnak én vagyok itt a legjobb, nem kell itt nekem mert tudom, hogy mit egyenek, ezt már kitaláltuk 15 évvel ezelőtt, tehát hogy a specializációt nem követték, igaz? E ebbe, ebbe, teljesen értünk. A másik szerintem nagy probléma a labdarúgásban a kiválasztásnál van. Sok szülő, aki úgy érzi, hogy ilyes a gyereke, különböző okok miatt nem viszi le az öltözőbe, egyrészt nem szereti a közeget, nincsen megfelelő feltételrendszer, az egyző olyan. Nagyon, amelyen, legyünk őszinték, amikor a közegről beszélünk, hogy nem szereti, akkor azt mondja, hogy az hát az esetben sokszor bunkósággal találkozik. Igen. Tehát ez egy negatív dolog, és sokan ezért is maradnak el. Ez az egyik dolog. A másik, a játékhoz azt játszani kell. Napi másfél-két óra edzéssel kizár dolog, hogy bárki valaha is valahova odaérjen. Sokkal komolyabb dolog ez már. Ugye a puskásöcsék mindenki ar aranycsapatról beszélünk, szeretünk róluk beszélni, ők sok-sok órát töltöttek a pályán. Meg a pályán kívül, ugye Meg ott a az élet az, az valamilyen futballtéren téren. Ma igen. A két órás végén mindenki megy haza és kész. Ilyen, Éppen e tegnap egy erőléti edző mesélt erről, hogy ő azért nem szerződött NB 1 es csapathoz, ha bár hívták, mert az ilyen típusú feltételeit senki nem akarta teljesíteni, tehát az, hogy munkaidő van, hogy reggel 8-kor bejövünk, és este hatkor hazamegyünk közben ugyanazt tesszük, és nagyon szigorú napi rend van. Igen, az igazság, hogy ebben az országban sokkal leszoktunk a munkáról. Munkanélkül pedig eredményt nem lehet elérni, ez biztos. A futball ebből a szempontból egy szimptomatikus helyzet, tehát egy, egy tünetszerű része az országnak, vagy súlyosabb a helyzet, netán a tükrem, ilyenek látja a fociban a helyzetet. Mert azért, ha már a vízilabdázókat említette, azért vannak olyan sportágok, ahol azt lehet látni, hogy vannak jó példák és vannak szigetek, meg vannak műhelyek, amikor bizonyos helyzetekben össze tudnak fogni annak a szakmának, annak a, az ágazatnak a képviselői, és ki tudják emelni adott esetben egy nehéz helyzetből, vagy fenn tudnak tartani egy jó helyzetet. Tehát a focinál meg azt látjuk, hogy nem. Teljes, teljesen értelek. Általában azt mondom, hogy ebben az országban a sport nagyon sokáig egy szigetként működött, talán még mindig. A sportban sokkal eredményesebbek vagyunk, mint általában az ország. A sporton belül a foci ki mindig leginkább, és a sport, a foci volt leginkább a tükre a társadalom egyéb dolgainak. Azt hiszem, hogy, hogy, ez a helyzet, és hát ezen kéne javítani, hogy visszakerüljön a foci és a szigetre. Hogy a sziget legyen nagyobb. Megpróbál-e, tud-e valamit tenni az egyetem azért, hogy ebben az edzőképzésnek legalább valamilyen módon a, felügy, a szakmai felügyeletébe bekapcsolódjon, részt vegyen? Tehát, hogy itt, amikor baj van, az előbb is beszéltünk róla, érdemes egymással összefogni. Ha azt mondja mondjuk egy, egy ilyen szövetség, hogy engem nem érdekel az egyetem, annál sokkal jobb az, hogy elkezdenek beszélni egymással. Mi mindig nyíltak voltak, és most is nyíltak vagyunk, bárkinek, bármikor szívesen segítünk, és kérjük is a segítséget. Emellett nagy szükség van a szakállamtitkárság segítségére, hiszen ha a szabályokat tisztán lefektetik, akkor, akkor a szabályoknak, a szövetségnek is meg kell felelniük. No. És ha az a szabály, hogy szakedző, egyetemi végzettség, akkor ennek meg kéne felelni. Ö, ilyen szabályt kellene lefektetni? Én azt gondolom, ez fontos dolog lenne hogy azoknak, a, ha meg is van ez a licensz képzés utána el kelljen menni, vagy ezt akreditáltatni kelljen az egyetemen. Így van, így van. Így van. Erre, erre milyen esélyt lát? Hát, ha nagy a gond, akkor erre nagyobb esély van. Tehát, hogy ezek a traumák így segítik Igen. leginkább. Hogyha kívülről látja ezeket a magyar futballakadémiákat, és ugye arról is beszélnek most már, hogy lehet, hogy egy ekkora országban ezt központosítani kellene, legalábbis a tananyagokat. Mindenki maga csinál valamit, és nem nagyon látnak rá egymás munkájára. Igen. Mi nem vagyunk nagyon jók a, a rendszer dolgokban magyarok. Csák hiszen... Márti földje, igen, a kis Igen, nyájon. így van, igen. Itt nagyon jó lenne, hogyha ha, valami, vagy egy német, vagy egy holland, vagy egy spanyol, vagy egy akármilyen rendszert átgondolnánk, egy kicsit módosítanánk a magyar viszonyokra, és akkor tulajdonképpen mindenki hasonló módon dolgozna, az nagy segítség lenne, azt hiszem, de hát ebben a pillanatban, hiszen ezeknek az akadémiáknak egy része ez magánkézben van, itt tulajdonképpen mindenki azt teszi, amit akar. Ha azt mondaná a, a, a kormányzat, hogy szeretné, hogyha ebben a, a az egyetem jobban részt venne, mármint ebben az úgynevezett futballreformban, vagy a dolgok helyrehozásában, akkor itt igazából milyen pénzekről beszélünk, milyen költségvetési támogatásról, amit hogyha megkapna ön, vagy megkapna az egyetem, akkor egész normálisan lehetne kiválogatni futballban jártas, meg annak a részterületen jártas szakembereket, hogy segítsenek, megoktassanak. Hát ez nagy jövő A TF most kritikus helyzetben van, tehát akár mekkora támogatás, is nagyon-nagyon jól jönne. Egy példát mindjárt mondok, van nálunk az MSC képzés a, a szakedzői szakon, talán egy helyen van még ilyen Európában, ez körülbelül évente mínusz 60 millió forint tot hozat éjjelfre, mínusz 60 millió forintot. Mi végezzük a képzést, mert szeretnénk szolgálni a sportot, viszont így sokáig nem, nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy ez pénzkérdése, de nem elsősorban pénzkérdése, ez elsősorban együttműködésnek a, a, kérdése. Mi teljesen nyíltak vagyunk, és szeretnénk, tényleg szeretnénk segíteni mindenkinek, akinek tudunk, és kérünk is segítséget a sportági szövetségektől. Na hát akkor ezt nekünk magyaroknak szintén ezt az együttműködést kéne tanulgatni. Így van, ez egy nagyon fontos dolog. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt voltál. nálunk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.